Na. Oké, hozom én is a szivacsokat, térd alá. Mi ezen fogunk majd térdelni? Van itt a klasszikus hasmadrasszon, egy crossfit-es. Jó, a törünk között van. Erre mögött annyit kérek az elától, a kiskolánál nézzenek, hogy mennyi a mozgástartományunk, jó? Ön meg lenne. Látszol. Jó, oké. Csak egy előzés volt. Jó, nem fog annyira viselre menni. A, tenyere, a tenyered nem látszott annyira. Köszönöm szépen. Na tehát, akkor én mindig egy mindenki, mindenki egyért. Jó, kitartunk. Mindenki tartson ki. És közösen dolgozunk a koronavírus legyőzésért. Egy perc is elkezdjük. Tehát egy törülköző kell, nem a térded alá, ha aki térdelve fogja végrehajtani, sőt, szóval majdnem mindenki. Tényleg fogja végrehajtani a gyakorlatot, tegyen a térde alá egy matracot, egy kanapének a nagypármáját, bármit, csak ne nyomja szét a térdét, jó? Tehát ilyen csúszkálós tapasz lesz ma, érezni fogjuk. Jó, 40 másodperc munka lesz, 20 másodperc pihenéssel. És akkor ugye 5 gyakorlat, egy teljes kör 5 perc, csinálunk 3 teljes kört, ebből lesz ez negyed óra, és amint vége van, stoppert beállítom, és 2 percig, amit csövön kifér, burpizunk, hogy jó, megnyomjuk még a fúzust a végére. Rendben van? Hát amint mindig készen állunk, elkezdjük a bemelegítést. Páros karkörzés előre. Jó nagy karkörzések. A vállat, hagyja, így van egy születi vápát. Meg hátra. Nézd el, itt okot, teljesen kifelé. Jó, jó nagy karkörzés. Emeld ki a vállalat. Fej mögött, test mögött, keresztezés. Kéz magas tartásba, egyik előre, másik hátra. Jó, a gyerekek is csinálhatják, évezni fogják a kis csúszkálásokat. Másik irányba. És mert az alkarkőzés kifelé. Majd ne, befelé. Csuklókőzés. Karnyújtása, tenyér előre tol, majd kéz hát előre tol, csere, kéz hát előre tol. Jó, szélesebb terpesz, nyújtott térre, oldalsó középtartás, sarokemelés, törzsfordításra. Fordulj a törzsedre, fordulj a törzsedre. Ha megint csúszik a szőnyegen, döntött törzsre láb, fejérítés. Megnézni a plafon. 5 másodpercig egyik oldalról tálsz, 5 másodperc másik. Kéz magas tartás, talajérintés. Hátul, elől, hátul és karhúzás fönt. Hátul, elől, hátul, karhúzás fönt. Hátul, elől, hátul, utoljára. Egy jó guguló széles terpesz, hogy bárnak is itt szélesebb, lábfej 10-kor kifelé néz. 2 rugózás gugolásban, majd 2-szer talajérintés. Folyamatosan gugolsz, majd talaj, gugolsz, majd talaj. És lemarad, könyököd, de tolsz itt a térdeidet, test súlyát tesz jobb lábról, bal lábra, jobb lábról, bal lábra, majd mind a két könyököd, széttud a térdeidet, hát egyenesít, bal könyök jobban tol, jobb közel rotálsz fölfelé, bal kézzel, jobb kézzel, bal kézzel. És egyenesen terpesz marad. Nyújtott térdel bokafogás, léthajlítás, mellső, oldalsú, magas tartás, után egyenesen. Nyújtott tér, talajérítés, mellső, oldalsú, magas, utoljára, nyújtott tér, mellső, oldalsú, magas, és ez a síelő bemelegítésünk. 5 jobb oldalra, 5 bal oldalra. Ahány ház, annyi fajta bemelegítés van. Minden. És már mehet, csak páros bok a körzés. Lényeg, hogy ezt egy kis szeretőre föl készítsük a terhelésre másik irányba. Jó, eget nézzük, kutya. Melkos fölfelé húz. Majd popsi végfelé, földet nézzük, kutya. Eget nézzük, kutya, fejlóga. Jobbra
sorok lett volna látva. Ja, kérd előtt támasz, jött a domborúvát, humorúvát. Jó, hátsó fekvő támasz, ujjak előre felé néznek, talpa talajon. Farizom megfeszít, sarok leszorít. Hozok szívet. Majd vissza, hasfal. Fölemel, hasfalcon megfeszítel. A hátod a jelent, elősúgod. De az kevés. És vissza fekvő támasz, kiindul a helyzet. Igen, de az kevés. Jobb lábba alá. Láttartás csere folyosan mehet. És jobb láb elő marad, tér kifelé tot. Háromszor rotálsz fölfelé. Majd könyök tal, letesz közel a láb, és előtt hátra hintázol, illetve tolod kifelé a térdedet. Csere! Háromszor rotálni. Majd mehet könyök. Jó, egyik láb elő. Keresztbe sem hátul nyújtva. Mert a lábtartás csere folyamatosan. És vissza. Még egy. Csípőket mobilizáljuk. Jó. Most a gördülések. Indul a helyzet. Hullásval hátra gördülünk. És vissza hullásba kétszer. Majd kétszer fekvő támasz. Jó, meg is vagyunk. Például a törülközők, csavar fel a szőnyeget. Arrébb teszem. Gyere rá! Gyere segíteni nekem! Elvesz a háttérbe, én meg elől. Áttesszük a gyakorlatsort, jó? Sziasztok! Nem lesz meleges? Nem tudom. Most meleges. Én direkt használok egy nagyon nagy törünk között, ahol kifolyólag majd a fekvő támasznál, de addig szépen összehajtom, hogy kisebb felület legyen. Az első gyakorlatnál elklasszikó hátrafele kitörés van. Előlébb a lábadon a testsúly, és hajzom segítséggel visszahúzom magad. Figyelj arra, hogy legalább ilyen hugolószéles perpeszbe hajtsd végre, oké? Okay? Gyakori hiba, hogy egy vonal, és instabil leszel, jó? Tehát kicsit oldalra hátra fogod tolni, rendben van? Teli tap lent van, figyelsz rá, ugyanaz szöget kell produkálod, de a gugolásnál. Ugye a gugolásnál, mi az a szög van, jó? Onnan kell visszajönni, emel a melkas hajzom megfeszít. Figyelsz arra, hogy a térded, a láb fejirányában nézzen kifelé. 40 másodperc jobb oldal, 40 másodperc bal oldal. Ha ez megvolt, van meg 20 másodperc pihenő. Egy jó kis crunch gyakorlat. Ez azt jelenti, fekvő támaszból megfeszít a hasfalkitól. Megfeszít a hasfalkitól. Próbálj most úgy végrehajtani, hogy feszesen tartsd a törzset. Ne legyen benne domborítás, oké? Okay? Úgy behúzni, úgy a hasfalat. Bekapcsolni a dolgokat a munkába. Ha ez megvolt, akinek nehéz ez a gyakorlat, az erának, ő plenkelni fog, jó? Utána a fekvő támasz. Ha valaki nem annyira erős fekvő támaszba, az klasszikus fekvő támaszt csinál, ha valaki ügyesebb már, egyik kéz kicsúsztat és vissza. Kicsúsztat, és az a lényeg, hogy a támaszkodó karodon van a testünknek a nagyobb része, jó? Ilyenkor kéne használni a térded alá hasmatlacot a térdelve csinálod, ne nyomja a térdet. Ha valaki erősebb, annak mehet majd. Mint például én, mert majd váltva, és az legutolsó gyakorlat, ide én is fogom használni, mert a sima ümrész lesz. Ugye, amit a haskeréknél is ismerjük a dolgot, kicsúszta, és visszajössz. Az a kérésem, és már egyenes háttal, megfeszítve tartod, és úgy fogsz kicsúszta, úgy vagy kicsúszta, így kicsúszta, és följössz. Kicsúszta, és följössz. Elég eddig vissza, hogy nem kell teljesen ráülni a sarkadra, jó? Gyakori hiba, hogy elkezded a felekedett hátra tolni, oké? Okay? Egyenes törös, megfeszítve, és följössz, oké? Okay? Na, tehát, ezzel ráig.
40 munka, 40 pihenő, és ki fogunk takarni az erát, az asszisztenciát, hát most ez van, hogy nézem, meddig vagyok bent a képbe, erre mindig a háttérben van szó. Tessék? Mondom, erre mindig a háttérben. Igen. Tehát akkor 40 munka, 20 pihenő, kezdjük azt úgy, hogy a bal láb fog stabilan állni, és a jobb láb fog csúszni hátra. Készen állsz? Na hajrá, figyelj, van, delogja ki a képből, jó? 3, 2, 1, indul! Nyugodtan legyen meg a mélység. Saját tempóban, te marha menő vagy, hú, de jó, azt jó, Isten, mekkora király, de mindenki a saját tempójában figyelni a térdre, amerre a lábfejed áll, arra kell állni a térdednek is, te lét a plen, sarok lesz, hogy jössz föl, kapcsold be a farizmodat, oké? Hidd el, sokkal hatékonyabb gyakorlat farizmodban, amikor térdelve lábokat emelgetsz. Ez 100-szor hatékonyabb. Nem csak az, hogy jó kis kerekfeneked lesz, de a stabilizátorokat is megerősíti, jó? Hát akinek... segít, ha sikongatnak hozzá. Milyen, mint hogy mi? Hát milyen, nem is tud beszélteni, hogy ez az? Nem tudom, mire beszél, de nem mindegy, jó? Miért nem? Akikor... Jó, majd az ellentétes láb, jó? Most 20 másodperc pihenőd van, rendben? A saját tempódba hajtsd végre. Ha nagyon instabil vagy, akkor egy ilyen stabil földet támaszkodsz a kezeddel, akkor minél kevesebbet használni. 4, 3, 2, 1 és meg! Majd a másikra kezdem csúsztatni, oké? Okay? Figyelsz a farizomra, bekapcsol. Bekapcsol a farizom. A gyakori hiba még, hogy a popsi fönn marad és eldöntölnek az emberek. Nincs beállítva a tér. Lehet látni a különbséget? Óriási különbség. Pont kiveszed a popsik a munkáját. Holott mi a dolgunk? Hogy jó kis kerek popót csináljunk magunknak. A férfiaknak is nagyon fontos a kerekfenék, a nők imádják. Nem csak a bicepszed, meg a mellizmodat, meg a fésztárcádat. Vicc volt. Rossz vicc volt. 5 másodperc. És nagyon jó. Most sem, mi nem kell haspattasz, erre a plankelni fog, én a crunchot csinálom, egyenes törzsével csak a lábad fog mozogni, jó? Nem, ugye a izmok azért dolgoznak benne. 4 másodperc, 3, 2, 1, és meg, lehúz. Tudod megérteni a könnyöködet a térdeddel, aha. Nagyon feszes a törzs, figyelj el, gyakori hiba, az emberek belehomorítanak a csíklatot, hátra billen. És úgy kapcsolod a hasizmodat. Bár hátra húzd a kocka. Lefele, tudod, összezárva. Jó, itt fogod nagyjából érezni. Hát akkor egész percet dolgozik, stabilizál. De alsó szakasz még jobban dolgozik, az egész dolgozik, jó? A vállad, a gerinced, az egész törzsed. 5 másodperc. 3, 2, 1, és most jöhet a párna. Erre a sima fekvőtámaszt fogsz csinálni. Még a váltó kezes próbáljuk, jó? Valaki nem annyira jó fekvőtámaszba, lehet térdelbe végrehajtania. Az elsőre bemutatom, de anélkül fogom csinálni. 3, 2, 1 és mehet. Cserélsz. Aha. És vissza. Ugye most még nem kell. Kicsúsztatom. Visszahúzom. Kicsúsztatom. Jó kis egykaros fekvőtámasz előkészítése. Azért könnyebb most így, és nem így hátatéve, úgy támaszkodni a csúszatos kezeden is. Itt is figyelsz, a csíkolapát hátrafele billen. 10 másodperc. 4 másodperc. Jön a hasmatrac. Ennek a gördülések. Erre a plankelni fog, jó? 8 másodperc. Ugye feszes a törzs, nincs benne a domborítás, egyenes hát, végig. Ne! Valaki nagyon menő, csinálhatja nyújtott térdel is. Ki milyen szinten van? Addig engedd ki, hogy még szabályosan vissza tudjál jönni. Jó, hogy valaki nagyon bele, nagyon messzire megy, hajlamos, hogy belehomlik a hátával. Próbáld azt elkerülni. Nagyon feszesen tartsd a törzsedet.
3, 2, 1, és vezük előre. Ez volt egy kör. Összesen 3 kör van, de negyed óra történet. Miért kellett nekem kettő kör? Hát nem tudtuk. Nem fogsz fekvő támaszkozni. 4, 3, 2, 1, és meg. Figyelj, törzsel, leggyakoribb hiba, mobilitás hiánya is lehet, remek előrdőlnek. Gyakran látod fitness órákon guggolást, így hajtják végre. Mobilitás kell hozzá, csípő is, boka is, de tud szépen szabályosan guggolni. Ezzel foglalkozni kell, jó? Egy civilizációs betegség, az emberek elfelejtenek szabályosan guggolni, holott már gyerekkorban megvan minden hozzá, csak aztán szépen nem foglalkozunk vele. Úgy, mint lát. Tessék? Úgy, mint lát. Nem értem. Már nem érted a humoromat. Nem. Jó, de foglalkozni a mobilitással. Fejleszteni kell, annál biztonságban, hogy a gyakorlat végrehajtás, annál szemben tud végre a gyakorlatokat majd. Bokát, csípőt. Mobilizálni, stabilizálni kell. Nagyon fontos dolgok ezek. Nem vagy madár hangolva. Hűha, nagyon baj. A negyedik hét azért. Miért negyedik, ha ötödik? Ötödik, vagy pláne. Jó, figyelsz, hogy jó? Húztasd ki hátra a lábad. A felsúly nagy része az előlévő lábadon van. Nagyon fontos, hogy a guggolásnál rájössz a felsúlyt. Honnan jössz föl, fajzó megfeszítésére, jó? Gyakorlatilag mondom, hiba, hogy előlünk, aztán majd lesz valami csípőfeles. No way! Itt kell az előlévő lábadat. Ja! A lábbehúzást ezt tudod csinálni? Jó kis crunch. Egyenes törzsel. Hát megpróbálom, hogy a vállam 5 másodperc. 4, 3, 2, 1 és indulhat. Ráfeszíteni a hasfalat, amikor húzod be. Tartani egyenesen. Mondom, gyakori hiba, vagy csípőt megemeljük, gyakori hiba. Jó, most figyelj a csípőlapát hátra billentésére is. Ha nem, valaki nem bírja, hátra megemeli a csípőjét, hogy rásegítsen szépen a láb behúzásra. Tudjuk ezt elkerülni. Öt másodperc. És fekvő támasz jön. Valakinek kell, használja a matracot, térdelhet rajta. Aki erősebb, az matrac nélkül nyújtott térdel. 7 másodperc. 3. Fiat és csípőlapát hátra billentésére. És lehet kezdeni. Ami nagyon nehéz, hogy csinálja a klasszikus fekvőtámaszt. Vagy a kislány. Kislány. 10 másodperc. Jó. Akkor hozzuk a hasmatracot. Jön a fűrész. Ezt a gyakorlatot végre lehet hajtani felfüggeszthető eszközön is. Haskereken is, a hasonlerem. Rengeteg fajta kivitelezés van. Fitballon is lehet kigörgölni szépen. Mert... Fegyfeszes verzió plank, ugye? Így van, fegyfeszes verzió plank. Fegyfeszes háttal. Onnan ér is jössz vissza. Folyamatosan figyelsz fel a csípőlapátra, hogy billent hátra, oké? Okay?
Jó, hogy nem funkcionális teremben vagyunk, most gondolj bele, ott nem csúsznak öröltetek. De az van felfüggesztető, és most mondtam, elrállam, mindegy. Jó, utolsó kör jön, és a végén burpee. Ugye funkcionális termekben rengeteg lehetőség van ennek a gyakorlására, technikákkal, felszerelésekkel. Mit csináljuk? Hát kezdjük előről, gondolom. Utolsó kör lesz, és lehet kezdeni. Figyelsz el, hogy magasra mehetsz. Hajd azt a térdet keményen. Térd a lábfej irányába. Hajzom, megfeszít fölfelé. Lehet úgy is, hogy nincs megfeszítve, de feszítsd meg. Dolgozom, Poksi. Erre van előre, lehet látni rám? Erre belül előre, amit kértem, hogy ne legyen. Lehet látni, én vagyok a jó, meg a rossz. Kellenek mindig a... Mindig ez a szereposztás. Ying és yang, pozitív, negatív. De legalább látjátok, mi a helyes, és mi a nem annyira helyes. Hogy neki nem dolgozik annyira a hajzó, mint nekem. Kell is fog fejlődni. Alul lesz terhelve, hogy izmot lehet terhelni. Alul, nincs olyan szép kellett fogsolni neked. Hát akkor dolgozni kell rajta, ha nincsen. Majd ezt nem mondtam. 5 másodperc. 3, 2, 1. És mehet. Most jó? Mi a neved az? Nem a szalad, ha. Nézd a különbséget? Ha kérdele, figyelj, nem azon jön. Befelé. Farizom. Az lenne jó, hogy a kézre itt lenne, aztán velem mutatgatnád, nem velem. Akkor tökéletes lenne a gyakorlat bemutatás egy lány meg egy jó szemszögéből is. Kivitelezhetetlen sajnos, Kedrásken. Most nem vagyunk egy helyen. Jó. Jön a lábbehúzás, szépen. Kráncsolom én. És többfajta eszközzel meg lehet hajtani. Úgyhogy felfüggesztető eszköz benne van a lábad, felfüggesztető eszközbe. Ugye fitbólom van a lábad, úgy húzod be. Nagyon sok, ugye a haskereket fel csatolni a lábad, olyan verzió is van. Mert... Figyelsz a levegővételre, amikor behúzod a lábad, akkor fúj ki, hátra meg beszél. De tőzse, próbáld megfeszítve tartani végig. Itt is lehet egy lábas verzióval nehezíteni. Tehát mondom, rengeteg, mint csak az edzőnek a fantázián múlik, hogy milyen változórákat itt tartani. 2 másodperc. Utána beszéltem arról, hogy azért jóval egy edző sok oldalú, nem csak egy dologhoz ért. Például nem csak testépítéshez ért, nem csak súlyemeléshez, nem csak kettlebellhez, nem csak tornagyakorlatok véget a hajtásához, nem csak a futáshoz, hanem sok oldalon kell lennie, mint a táplálkozásunknak, jó? És mert... négy másodperc. Öt másodperc. Jó. És az utolsó, a órát beállítjuk, a bőrt megpörgetjük. Egy 2 perc max ismétlésre. Jó? Most fekvőjön, vagy milyen? Most volt a fekvő. Na majd milyen? Ja, most kérdezik. Igen. És a fűrész. 2 másodperc. 1 és meg. Vezess a törzset. Lássad a izzadság. Nehezebb is lett. Nem csak vasizom. Egyes haszom dolgozik. Borda közi izmok. Fűrészizom. Sok minden belejátszik a gyakorlatba.
Mia? Elnök, megköszönjük a jelenlétét. Őszom a szőleget. Közben van? Csak a szőleget visszahozom. Jó. Ez lesz a könyvet verzió. Azoknak, akik nem szeretik a bőrtékonyt. Van most a verzió a felülés? Nagy belégyünk, jó? Mit csinál? Na! Két perc, max ispét és börtön, aztán nyújtunk. Hol fogsz börtézni? Tessék? Hol fogsz börtézni? Itt. Jó, akkor én meg itt csinálom. Ne az én tempomba csináld, akkor hát én miért tudok jönni. A saját tempomba. Ha gyorsabb vagy, mint én, akkor hajrá. Na tehát, elkészülni. Vigyázz, kész a börti! Most vagyunk fél percnél. Most egy percnél. Képet. És meg vagyunk. 33 lett. Jó. Egy kort víz, és gyújtunk. Kérdjátok meg ki hány burpee-t. Na hajtott végre, hogy felülés nekem 60 volt. Na megint szíves és bizattam. Na, ezt kiteszem. A legmenőbb. Na! Erre jön? Nem, és az eget nézzük, ugye. Nézd, melkas mellett, mellett megvárom. Mindig át kell várnom. Nézd, az eget nézzük, ugye. Vár, hát, alapot, közepen. Úgy lesz, hogy te nem is jön át a belőle. Mert csúsz följe. Jó, erre csináljuk mind a verziót, jó? Közepen nézzük, ugye. Homolítasz a hátaddal, sűrészed a gondod alját. Aki tudja, nyújtott térded a sarát le letolni, aki nem annyira, az hajlítsa be és úgy tolja le. Ülőcsont fölfelé, papon felé, kicsit kucsíts bele, úton lefelé a fenekedet. Jó, egyik láb elő, mások hátul nyújtva, és ülőcsontot lefelé hátatol. Csere ellentétes oldal. És lehet a lábunk hegyes szőben, vagy derékszőben?
vagy érezd a fajdalmat olyan szögben, mindenkinek más mobilitása, ezért nem mondom azt, hogy derékszög vagy hegyesszög, neki más pozícióba érzi, mennyire van mobil. Jó, lősz a két lábfej közé, hátra dőlsz, az erre a verziója, és a másikat, az ő hátra, lám megfog, oda húz, csípőbe, akkor ellened. A testvű hátul évvel, nem csak stabilizálsz, jó? És tudod csípő, ki kell végelő érezni nyúlni. És erre ellentétes lábára marad. A 42. egyzésre megjegyeztem, hogy ilyenkor marad. Jó? Kérlek, ha rövid volt az edzés, úgy, hogy marad benned, akkor nyugodtan vissza tudod játszani, vissza tudod nézni. Oké? Közben gyere. Hátadat fekszel, rotáció. Jó, a crossfit elő vagyok a Facebook oldalán, illetve párhuzamosan. Vagy ugye a YouTube csatornán a Tréner Kovácson. Most mondom, hogy nagyon sok videó van fönn, nem csak ezek a videók vannak fönn, hanem segítség, hogy ha meg tudod búzózkodni, vagy ha meg tudod kézen állni, ugye kötelezni, kötelet mászni. Masszalapot hogy kezdjük el gyűrni például, csere másik oldal, tehát sok hasznos információ van edzőknek is, nem csak ugye amatőr versenyzőknek, vagy műkedőknek, hogy műked szépen, atléták, akik most edzenek, mindenki atléták nevezik őket, tehát sok fontos jobb információ van föl. Jön az angolspárgás, erre a kamerával szemben, én merüleges jelen, angolspárgás, tehát széles terpeszársat nyújt inkább, pirokszera, nem baj. Volt úgy. Csúszkálni szülünk össze-vissza. Jó, tenni talajon. Most egy másfajta mellizom ültását mutatom be nektek. Hasonlán helyezkedtek. Tudatok oldalsó középtartásba. Ellentétes láb megemel, ez a talajra. Gyerek adat a kezed, és húzod fölfelé a mellkasodat. Minél magasabbra, itt mondjuk a mellizom, vállizom. Tehát több fajta lehetőség van. Nyújtani. És erre másik oldal. Karoldas a középtartásba. Ellentétes oldali láb. Átesz a másik oldalra. Gyerek adat a kezed, és húzod fölfelé. Nekem ezt fel, pedig beszélek most gyorsan a neten, hogy hasra kezdhetik a intenzívben, nem lélegeztető gépfekedleteket, mert állítólag jobb a tüdő kapacitású, több oxigén mennyben. Csáj volt lesz most. Itt oldalra elsétem a kezünkkel, és így fogjuk nyújtani a széles hátizmat, jó? Ha jól csinálom, hogy szépen nyúlik a széles hátizmat, átsétálok a másik oldalra is. Tolt kifelé, másik oldalra csípőd finoman. Jó, és egyenesen. Na, egészségedre, egészségetekre, köszönjük a segítséget. Tehát visszanézhetőnek lehet, hogy dupla annyi ideig tartó feladatsor. Úgy elfogadjuk, hogy akartok, 41 videó van már fönn, és holnap 10-kor megint találkozunk. Jó, szívesre hol van? Mindenki egyér. Minden folytat és kitartás mindenkinek. Rendben van? Sziasztok. Gratulálok, itt voltatok. Van, látnánk.